imádkozzunk. Urunk, nem csak a fejünket hajtjuk meg, hanem beleremeg a szívünk az emlékezés pillanataiban mindarra, amire visszagondolunk. Kérünk téged, amikor magunk előtt látjuk az emberi sors, az emberi élet tragédiáit, add nekünk kegyelmesen a te szent igédet, hogy általa megerősödjünk, megtisztuljunk, és reménységet nyerjünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassuk meg a Máté írása szerinti evangéliumot a 28. fejezetből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus közéjük lépett, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Amen. Egy szót szeretnék ma kiemelni ezen a megemlékezésen, a missziói parancs igéiből, ez a szó pedig a hatalom. A hatalommal az embereknek mindig bajuk volt, van és lesz. Kicsin gyermekkorunktól fogva velünk van a hatalom utáni vágy. Megfigyelhetjük bölcsödében, óvodában, hogy már ott elkezdődik a hatalommal való viaskodás, a hatalomért való versengés. Legyőzni a másikat. Valami módon hatalmasabbá lenni a másiknál. És ez a hatalomra való törekvés mindig bajt hoz. Még akkor is, ha szép versengésként kezdődik, később elfajul, a másik eltiprásává, elpusztításává lesz. Az ember kezében a hatalom mindig könnyeknek, vérnek a hullását jelenti. Amikor pedig egy nemzet polgárai fordulnak egymás ellen, akkor abból mindig baj és szomorúság, halál származik. Az az emberi örök nyomorúság, hogy mi egymást mindig csak bántani, sérteni, megölni tudjuk. Mi egymást kizsákmányoljuk, mi könyöklünk a másik kárára, önmagunk hasznára. Eszmék mögé bújunk és arctalanul gyilkolunk. Milyen rettenetes egy, hogy az ember a neki adott hatalommal kicsikarja a másiktól azt a keveset is, amilyen van, kikönyökli a másiktól, viaskodik, küszködik érte, és a küzdelem során bánat, szenvedés és szomorúság éri. És mi esztergomiak láttuk a diktatúrának ezt a rettenetes hatalomvágyát és gyakorlását, amely emberek cselekedeteiben gyilkos fegyvertűzzé lett, és 14 ártatlan ember halálát okozta itt a helyen. De milyen csodálatos volt a mi Urunk Jézus Krisztus kezében a hatalom. Miért nem élt ő ezzel vissza, úgy, mint ahogy mi szoktunk visszajönni a hatalommal? Azért, mert ő nem kikönyökölte, ő nem kicsikarta mások kezéből, neki adatot, ajándékul kapta mennyei atyától ezt a hatalmat, mégpedig, ahogy hallottuk, menjen és földön. Miért volt az, hogy ő a hatalommal másoknak nem szomorúságára, hanem örömére tudott lenni? Azért, mert ő a mások megmentéséért önmagát adta keresztre. Ő, ami számunkra életet szerzett. Milyen jó, hogy Jézus mindig a mi javunkra fordította hatalmát. Javunkra kereste és javunkat szolgált az ő hatalmával. Ezért hangsúlyos ez ma különösképpen is, hiszen egykor még a tanítványok is ezen versenyeztek, hogy ki a hatalmasabb, ki uralkodhat a másik felett,
ki a nagyobb a mennyek országában. És Jézus nem győzte eleget tanítani őket, hogy aki szolgál, az a nagyobb. És ő bemutatta ezt a szolgálatot a tanítványai előtt, és az egész világ előtt Jézus szolgálata örömnek, hálaadásnak a szolgálata. Az a szolgálat, amellyel felemel, és az atyai hajlékba akar visszavinni minket, ahonnan kiestünk. Ennek a szolgáló hatalomnak lehetünk mi is itt, a jelenben részesei. És erről a hatalomról és a Krisztus által betöltött, mások felett nem uralkodó, nem emberi